Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a teremben helyet foglaló érdeklődőket, a bennünk televízión nézőket. Abszolút nem tervezett testületi ülést kellett összehívnom. A művelődési háznál kialakult nem színi játék, hanem nagyon komoly helyzet miatt. Ugyanakkor a második napirend azért került meghirdetésre, mert hogyha már az elsőt megtartjuk, akkor észszerűség szempontjából a kettest is behoztuk, az amúgy ráért volna jövő csütörtökön a tervezett rendkívüli ülésre. Megállapítom a határozott képességet. Két fő talapka, Rudolf és Tóth Gyula jelezte, hogy már előre betervezett programja, vidéki programja volt a mai napra, így nem tud részt venni, amúgy határozott képesek vagyunk. A jegyzőkönyv hitelesítésre szeretném javasolni Berta Jánost és Molnár Tündét, és Berta Jánost. Ha elfogadjuk a személyeket, készelemben is jelezni, szíveskedjenek. Köszönöm szépen. Két napirendi pontot hirdettünk, tehát ahogy mondtam, a művelődési háznál kialakult nagyon komoly helyzetnek a rendezése, egy újabb botrány elkerülése, illetve a szigeterdő tervezése. Van-e a napirendi pontok felvételével kapcsolatban kérdés, illetve az is látszik, hogy bizottsági tárgyalás nélküli napirendi pontokról beszélünk. Nincs, akkor kérem szavazzunk a két napirendi pont felvételéről, és egyben arról, hogy bizottsági tárgyalás nélkül tárgyaljuk. Kész felemelése. Köszönöm szépen. Egy hangú. Az első napirendi pontunk a művelődési háznál kialakult helyzetnek a rendezése, mely két határozati javaslatból áll. Az első, hogy mostanra jelentős tartozásokat halmozott föl a művelődési ház. Ezt vártuk is, illetve ez nem volt abszolút meglepetés, hiszen közművelődési megállapodás hiányában mi a művelődési házat az idei esztendőtől nem tudjuk finanszírozni, hiszen felkértük az ügyvezetőt, hogy milyen szempontok szerint dolgozza át a közművelődési megállapodást is, valamint a vagyon ingatlan használati szerződést is. Ennek a kötelezésnek nem tett eleget a művelődési ház ügyvezetője, ezért jelen pillanatban nincs érvényes szerződésünk. Ugyanakkor a többségi tulajdonosnak nyilván nem lehet érdeke az, hogy a művelődési háznál bármilyen közmű szolgáltatást elzárjanak. Egyrészt a ház működőképességét ebből a szempontból fenn kell tartanunk, másrészt meg nyilván a kikötés követő visszakötések mindig drágábbak és fölösleges pénzkidobások. Viszont azt se szeretnénk azt a hibát elkövetni, hogy az ügyvezető kezébe egyetlen fillért is adunk, hiszen láttuk az átvilágításból, hogy mi történt az elmúlt években. Ezért a javaslatunk az, hogy az itt felsorolt tételeket, tehát itt a táblázatban lévő 14 tételt a képviselőtestület döntésének értelmében közvetlenül fizessük ki a szolgáltatónak. Ehhez az kell, hogy taggyűlésen a művelődési ház tulajdonosi köre ezt elfogadja. Már rendelkeztem, illetve intézkedtem, hogy legyen taggyűlés összehívva, illetve maga a kedvezményezett, tehát a szolgáltatóval is meg kell állapodnunk, hogy fogadja el, hogy mi fizetünk. A nagy gond ugye nincs, látszik a dátumokból, hiszen a legkorábban lejárt számla, egy fűtés számla az február 28-ai a Veolia részére. Nyilván velük vagyunk olyan kapcsolatban, hogy megértik a kialakult helyzetet, az összes többi fizetési határidő az viszont március havi, tehát még bőven benne vagyunk a fizetési határidőben. Ugyanakkor az a táblázat, amit Farkas János elküldött részemre, meg párunk részére, tartalmazott egy tételt, ami hát kellőképpen úgy gondolom kiverte a biztosítékot. A táblázatból az derült ki, hogy az egyik munkavállaló, aki elment a cégtől, közös megegyezéssel az ő részére adó és járulékokkal együttesen, mint egy 2.300.000 forintot
szeretne Farkas János kifizetni. Döbbenetes számomra ez a cselekedet, illetve szándékó cselekedet, hiszen az átvilágítási anyag pont azoktól a megállapításoktól hemzseget, hogy tulajdonos részére csak taggyűlési döntése lehet bármit kifizetni, márpedig a nevezett személy kisebbségi rész tulajdonos ebben a cégben. Még az átvilágításnál én azt gondolom lehetett azt mondani, hogy jó hiszeműen voltam tudatlan, és azért követtem el ezeket a hibákat, bár súlyos hibák, viszont az átvilágítás tükrében még egyszer elkövetni ezt a dolgot, nem csak botrányos és felháborító szerintem, hanem totálisan rossz hiszemű cselekedet is, hiszen az átvilágítás eredménye után megint elkövetni ezt a fajta törvénytelenséget véleményem szerint nem elfogadható. El nem tudom képzelni, hogy miért kéne ennek a személynek kifizetni 6 havi kvázi végkielégítést, hiszen közös megegyezés esetén nincs végkielégítés. Ugyanakkor Farkas János meg ne játszon, úgy gondolom, a dombováriak pénzéből. Ekkora összegű kifizetéshez mindenképpen kellett volna szerintem tulajdonosi hozzájárulást kérni. Na, ez az ügy is azt mutatja, hogy ennek az embernek a kezébe pénzt adni nem szabad. Félő, hogyha mondjuk közvetlenül ezt a közel 3 millió forintot, mely a közüzemi számlákra kell, átutalnánk a művelődési házba, akkor ki lenne fizetve a nevezett személy, és nem a megjelölt célokra menne a további fizetés. Felvetődött bennünk, és lehet, hogy meg is fogjuk szavaztatni, hogy mivel nincs közművelődési megállapodás, ezért joggal elvárható lenne a kisebbségi tulajdonostól, hogy ő is szálljon be a művelődési háznak a finanszírozásába. Tehát úgy gondolom, hogy lehet, hogy megpróbáljuk azt is megszavaztatni, hogy ezeket a számlákat csak arányosan fizetjük ki, 78% arányban, és a másik 22%-ot pedig a kisebbségi tulajdonos tegye bele szépen, hiszen őnek is épp úgy érdeke, ha már tulajdonos, hogy a cége, amelyben tulajdonos működjön. Kérdések következnek. Hozzászólások jönnek. Nem látok. További módosító határozati javaslatom van. A hármas határozatnak javaslom, hogy szavazzuk meg azt, hogy az így megmentett, utolsó pillanatban megmentett 2 millió 300 ezer forint jövőbeli sorsáról aképpen döntsünk, hogy ebből az összegből 300 ezer forintot használjon föl a képviselőtestület egy olyan közvéleménykutatásnak az elvégzésére, melyben a dombováriakat kérdezzük meg, hogy a jövőben mit várnak el a művelődési háztól, milyen szolgáltatásokat, milyen jellegű kulturális tevékenységet szeretnének erősíteni, és ennek a közvéleménykutatásnak az elvégzésére a Dombó Média Kft.-t bízzuk meg. A közvéleménykutatásnak a határideje az május 31 lenne, illetve hát maga májusi testületülésen kellene ezt megtárgyalnunk, és ennek a közvéleménykutatásnak az eredményétől függően döntsünk a 2 millió forintnak a felhasználásáról, hogy milyen tevékenységet erősítünk meg az alapján, amit a kedves dombováriak szeretnének és elvárnak egy normálisan működő művelődési háztól. Jó. Kérem, hogy akkor kezdjük meg a szavazást. Az első határozati javaslat csomag az arra vonatkozik, hogy ezt a 14 tételt az elmondottak alapján fizetjük ki. Kérem, hogy szavazzunk géppel. A második arra vonatkozik, hogy akkor a eltávozó munkavállalónak, aki egyben kisebbségi tulajdonos is a cégben, nem engedélyezzük a 6 havi kvázi végkielégítésnek a kifizetését. A
Hát gondoltuk, Nagy Roland, Kántor Katalin nem szavazt, tehát ők ezt a szabálytalanságot úgy látszik, hogy szívesen támogatnák. Vida Tamás is. De elegáns nemek nyomat tartózkodott. Nem volt meglepetés nyilván, hogy a jobb oldal próbál asszisztálni ez a pofátlansághoz. A következő... Mi a gond? Persze, én meg hadd döntsem el, hogy mondok-e véleményt arról, amit önök itt végeznek és folytatnak. A következő határozati javaslat arra vonatkozik, hogy a megmentett 2 millió 300 ezer forintot, a dombováriak megmentett pénzét, mire használjuk föl? 300 ezer forintot egy olyan közérdemi kutatás elvégzésére, melyből megtudjuk, hogy a dombováriaknak mi az elvárása, igénye egy új típusú művelődési házzal szemben, és a májusi testületülésre legyen ez az eredmény elvégzett munka beterjesztve, majd ennek fényében döntünk a 2 millió forintnak a további felhasználásáról. Kérem, hogy szavazzunk. Jobb oldal nem kíváncsi a dombováriak véleményére, úgy látszik, hiszen most is nemleges nyomtak. Következő napirendünk a Szigeterdő történelmi emlékhely nyilvánításához tájépítészeti koncepció elkészítetése. Nem kívánok az anyaggal kapcsolatban kiegészítést tenni. Kérdések jönnek. Simon István úr. Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a 2,5 millió forint, ami átcsoportosításra kerülne ennek a tervezésnek a céljaira, ez bármilyen formában veszélyezteti-e a már elfogadott fásítási programnak a végrehajtását, illetve késlelteti-e ezeket a munkákat a tervszerűség fényében? Köszönöm. Köszönöm, átadom a szót dr. Szabó Péternek, aki a jegyzőt helyettesíti. Köszönöm szépen, nem veszélyezteti, hiszen a képviselőtestület 3 millió forintot hagyott jóvá az előző ülésén a 10 millió forintos keretből ezekre a fa ültetésekre, facserékre, tehát ez azon felül kerülne átcsoportosításra. Tehát az mindenképpen marad és ütemezés szerint halad. Köszönöm. Van egyéb kérdés? Hozzászólás? Az anyagból látszik, hogy csütörtökön 9-én a tervező úr be is mutatná az első elképzelését a Szigeterdővel kapcsolatban, hiszen az idő hagy bennünket, mert szeretnénk eljutatni a Nemzeti Emlékhely Bizottsághoz, hiszen arról döntöttünk, hogy a Szigeterdőt szeretnénk átminősítetni, illetve címet szerezni. Van-e hozzászólás? Nem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, a mai ülésünket lezártuk, a kedves dombováriaknak nagyon kellemes húsvéti ünnepeket, kislányoknak, nagylányoknak, még nagyobb lányoknak pedig sok-sok locsolót kívánunk hétfőre. Mai ülést ezzel lezártuk, viszontlátásra, viszonthallásra.